Természetesen a Királyfürdőbe helyeztük a sajtótájékoztatót, hiszen a budapestiek vagy az ország lakosai számára, a külföldiek számára is legismertebb fürdők Széchenyi, Gernőt, Lukács, Rudas, mert úgy gondolom ez is egyik gyöngyszeme a fürdővállalatnak. Úgyhogy ezzel helyeztük el, hogy többen megismerjék a Királyfürdőt, több hír legyen róla, hiszen egy unikum, egy egyedülálló fürdő Budapesten. A lányoknak egy jó lehetőség, hogy az edzések fáradalmait kipihenjék, és ahogy a vezérigazgató úr elmondta, tehát nem csak ez fizikális, hanem fejbe is néha jó egy kicsit lazítani. És tényleg egy éve ez jól működik, és szeretik a lányok, használják, és remélem, hogy tényleg a rehabilitáció az nem lesz annyira lényeges pontja ennek, hanem csak annyi, hogy a regenerálódás, és hogy minél frissebben és üdébben várják a mérkőzéseket, mert mérkőzésben lesz a szembőven már így ősszel, ami egy kicsit lájtosabb időszak volt eddig a kek küzdelmek miatt, de most nagyon besűrűsödik, és hát bízom abban is, hogy tényleg a válogatott is visszatud kapaszkodni az élmezőnybe, úgyhogy lesz feladatuk. A női kézilabdát pedig, hogyha nézzük a bajnokságban elfoglalt helyet, a legjobb budapesti csapat a Ferencváros, és az előző két évben a kek győzelemmel azt hiszem nagyon komoly fegyvertényt hajtott végre, és harmadik indok pedig az, hogy a magyar női válogatott gerincét a Ferencváros adja. Hiába nem ő a magyar bajnok, a magyar játékosokat tekintve itt található a legtöbb válogatott. Én úgy gondolom, hogy egy olyan cégnek, mint a budapesti fürdő, gyógyfürdő, és nagyon sok más cégnek is támogatnia kell a magyar sportot, hiszen egy-egy olimpiai sikeres szereplés, és most nem a női kézilabdáról beszélek, egy-egy sikeres olimpiai szereplés az valamennyiünknek öröme és sikere. És ez úgy gondolom, ez kötelességünk, ezért a fürdőbe járást tesszük lehetővé, a díjmentes fürdőbe járást tesszük lehetővé bérletekkel és konstrukcióval a Ferencváros női kézilabdázói számára.